A piacon tömös sorokban álltak az emberek az alapanyagokért. Idén megnőtt a kereslet az élő és vágott fenyő iránt. Jótékonysági karácsonyi ünnepséget tartottak a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona általános iskolában. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híros híreket látják 19 órakor. Töltött káposzta, halász, kocsonya. Ezek az ételek továbbra is az ünnepi asztalra kerülnek a kecskeméti családoknál. A piacon tömött sorokban álltak az emberek az alapanyagokért, az árusok pedig felkészülten várták a vásárlókat. Hosszú sorokban álltak az emberek a Budai utcai piacon már kora reggel. Mindenki az ünnepi menühöz szükséges alapanyagokat szerezte be, hiszen mindjárt itt a karácsony. A savanyúságosoknál nincs megállás, plusz embereket hívtak, hogy segítsenek az eladásban. Sokan vásárolnak itt, ugyanis tartósítószermentesen készül a savanyú káposzta. Tudunk a kedves levelet is adni, egész fejet is. Ha fejet kér, akkor csak fejet, van, aki a fejnek a közepét összevágja, van, aki csak aprót visz és nyers fejből lefolyázza a fejet, és akkor nyers fejből csinálja tödött káposztát. Most a legnagyobb igény a tödött káposztája van, mindenkinek az asztalájó szinte nem, senkinek az nem el a tödött káposzta, savanyúságokat is csipegetik a kedves evők, de legjobban a savanyú káposzta. De még vitaminbombának is első osztályú. A halasnál is rengetegen vártak arra, hogy sorra kerüljenek. Mint megtudtuk, a halételek terén sem változtak a hagyományok. Legjobb a halászemet főznek, úgy látom, pont megy, pont boldog a legtöbbet, harcsából is azért jelentős mennyiségem egy. Afrikai harcsát is szeretik. Busa Amúr, nem annyira, de az, az is benne van a kínálban, meg szeretik azt is, meg sütik, szerintem rántják, sütik a halat. de inkább halászénnek legtöbben halászének. A húspultnál a legtöbben kocsonyának és töltött káposztának valót kértek. Az ünnepi menüterén tehát továbbra is élnek hagyományaink. Aki nem lép időben, nehezen talál majd megfelelő fenyőt. Idén megnőtt a kereslet az élő és vágott fenyő iránt. Az árusok azonban az utolsó napokban is rohamra számítanak még. A napokban megindult az utolsó roham a fenyőfárusoknál. Ezen a kecskemét árusító placon már szinte alig maradt eladatlan fa. Érdemes időben elindulni. Aki 23-ára, 24-ére hagyja a vásárlást, igaz, hogy ez most szombat vasárnapra esik, ő, ő, ő neki már nem sok jót tudunk ígérni. Idén a kereskedők óvatosan rendeltek, de a kereslet is nőtt a fák iránt. Az árak azonban jelentős mértékben nem változtak, mindez azt eredményezte, hogy aki nem cselekszik időben, nehezen talál majd megfelelő fát. Minden eddig, eddiginél nagyobb érdeklődés volt a földlabdás fenyőkre is, és a vágott fenyőkre is. A 24-ének a vasárnapi, most vasárnapi mi voltából kiindulva az előző hétvégénk az óriási nagy rohammal telt. Mindenki ezen a hétvégén igyekezett megvenni a fenyőfáját, és ezért így az utolsó napokra eléggé elfogyott már a készlet, de valószínűleg mindenütt így van az országban. Idén érezhető volt a kereslet növekedés, ami a szakemberek szerint annak is köszönhető, hogy egyre többen térnek vissza az élő vagy vágott fenyőhöz a fák helyett. Jótékonysági karácsonyi ünnepséget tartottak a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Lona általános iskolában tegnap délután. Mint Tóth né intézményvezető köszöntőjében kiemelte, a befolyó adományokat egy nyugdíjas kollégájuk unokájának gyógykezelésére ajánlják fel. Jótékonysági karácsonyi ünnepséget tartottak tegnap délután az Ilona általános iskolában. Az ünnepség színpadi jelenetének írója, dramaturgia, rendezője, dízlettervezője, fővilágosítója, jelmeztervezője és mindenese Szatmáriné Márton tímea volt. A kórus műsorát Szénási Anna állította össze és gyakorolta fáradhatatlanul, majd vezényelte az előadáson. László Lászlóné intézményvezető köszöntőjében kiemelte, hogy jótékonysági gyűjtést szerveztek egy nyugdíjba vonult kollégájuk unokájának, a 13 éves Gergőnek a gyógykezelésére. Az eseményen a Kecskeméti Pedagógus Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek, és ők is támogatták a nemes ügyet. Már hagyomány az Rínyiben, hogy a gyerekek a délelőtt előadott karácsonyi műsort másodszor is előadják a délután folyamán, erre az alkalomra várják szüleiket és más vendégeket. Az ünnepséget ezúttal a dr. Száberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Jánosi István önkormányzati képviselő tanácsnok és Fritz Ágnes a Kecskeméti Sportiskola szakmai igazgatója is megtisztelte jelenlétével. Gergő gyógykezelésére nem most kezdődött a gyűjtés. December 4-én nyílt meg az iskola előterében az intézmény elmúlt tíz évben már hagyományá vált Betlehemi kiállítása, melyen ezúttal szintén az Ausztriában tervezett életmentő veseműtétre gyűjtötték az adományokat. December 31-éig vár bennünket a hírös agóra idei téli programdömpingje, a téli csodaország és kecskeméti advent. Igazi jégpálya, varázslatosan havas gyerekkuckó a városházi díszudvaron, Najman igló és óriás kerék is várja a főtérre látogatókat. December 1 -e óta színesíti és varázsolja ünnepi hangulatba Kecskemétet, a téli csoda csodaország és Kecskeméti advent. A híres agóra célkitűzése nem más volt, mint hogy Kecskemét eddigi leglátványosabb és legnagyobb szabású téli fesztiválját hozzák el az adventi időszakra. A Városháza díszudvarán, a Hahó udvaron, Agóra falva játékházai, hóágyus hóesés, mesebeli házikók, varázslatos fények, lovasszán és a meghitt régmúlt karácsonyok emléke illatai segítenek az ünnepi hangolódásban. Tehát minden eddiginél több installáció, program és kikapcsolódási lehetőség vár a kecskemétiekre december 31-éig. A téli fesztivál programjairól bővebben a Hírös Agóra honlapján olvashatnak. Emelkedik a felső léguti megbetegedések száma. A téli időszakban a párás, nyírkos, hideg idő ugyanis kedvez a vírusok szaporodásának. A megelőzés legjobb eszköze továbbra is a védőoltások beadatása. A téli időszakban leginkább felső vagy alsó légúti megbetegedésekről beszélhetünk. Az elmúlt pár hétben ezek száma mérsékelten emelkedett. Amikor megismertük a Covid-ot, akkor előbb-utóbb arra is számítottunk, hogy a két járvány egymásra fog csúszni. Ezt most éljük meg. Egyszerre van jelen az influenza és a Covid. A, ráadásul a Covid azzal, hogy megszelidült és belesimult a többi felső légúti megbetegedést okozó vírusoknak a, a sorába, e, gyakorlatilag tovább színezi a képet. Sokszor már nem lehet elkülöníteni a panaszok alapján a covid és az influenzát, ezért érdemes tesztet csináltatni. A megelőzés módszereiben, valamint a betegségek lefolyásában sincs jelentős különbség. Mindkét betegség ellen fontos az oltás, újra egyre többen kérik az influenza elleni oltást is a házi orvosi rendelőkben. A COVID-védőoltásokat pedig a kijelölt oltópontokon lehet kérni. Egy mérsékelt növekedés az, amit tapasztalunk. Ha ez a növekedés marad, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon enyhe járványra kell, hogy számítsunk, de azt is le kell szögeznünk, hogy még nagyon korai kimondani azt, hogy a járványon túl vagyunk, hiszen maga a párás, nyírkos, hideg idő kedvez a vírusok szaporodásának, terjedésének. Ez az időszak akár március végéig is eltarthat. Dr. Gasznár András kiemelte, aki eddig fontolgatta vagy kételkedett az oltásokban, javasolja, hogy vegyék fel a védőoltásokat. Megelőzésükben fontos az életforma, így ha valaki azt érzi fáradt, akkor szálljon időt a pihenésre, a családra, az egészséges táplálkozásra, és kerüljünk minden káros élvezeti szert. Összesen 13-an sérültek meg az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza határában az éjszaka. Két baleset történt egymás után. Az elsőhöz érkező műszaki mentőtrélerbe hajtott bele egy bolgár kisbusz, majd az árokba csapódott. 13-an sérültek meg ma éjszaka az M5-ös autópályán Kiskunféleháza határában. Információink szerint Budapest felé haladta a kék színű román kisbusz, amikor letért a strádáról és az árokba hajtott. A benne ülő öt személy közül egy ember beszorult, őt a tűzoltók emelték ki, majd a mentők mind az öt kórházba szállították. Az árokban lévő kisbuszhoz megérkezett a műszaki mentő tréler, amikor a mentés közben a mögöttük érkező szürke bolgár kisbusz beléjük hajtott, majd az árokba csapódott. Információnk szerint ebben a járműben 8-an sérültek meg a mentők, itt is mindannyiukat kórházba szállították. Elindult tegnap az általános felsőoktatási felvételi eljárás. Egészen február 15-ig lehet jelentkezni a 2024. szeptemberében induló képzésekre. A ponthatárokat várhatóan 2024. július 24-én hirdetik ki. Tegnap óta lehet jelentkezni a 2024. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre. Ezt kizárólag az eljárási hivatalos honlapján a felvé.hu-n elérhető elfelvételi rendszerben lehet megtenni 2024. február 15-én éjfélig. A felület a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhető lesz. Új jelem, hogy a felvihu az e jelentkezési felületen a regisztráció is ügyfélkapunk keresztül történik. A megújult felvételi szabályokkal párhuzamosan a felvi.hu több felülete frissül. Megújult a tájékoztató és az egyetemek, főiskolák meghirdetésének felülete. Az ugyancsak frissült pontszámító kalkulátorban egyszerre három szakra is lehet pontszámot kalkulálni, a korábbi évek felsőoktatási statisztikái és ponthatárai pedig interaktív új felületen böngészhetőek. A felvételi során ingyenesen három, összesen pedig hat képzésre lehet jelentkezni, és megjelölhető mind a hat képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formája is. A jelentkezőknek meg kell határozniuk a kiválasztott képzések sorrendjét, kifejezve ezzel preferenciájukat, ugyanis egy jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig az általa megjelöltek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a felvételi ponthatárt. A felvételizőknek 2024. február 15-én éjfélig hitelesíteniük is kell jelentkezésüket, ami már kizárólag ügyfélkapu segítségével lehetséges. A ponthatárokat várhatóan 2024. július 24-én hirdetik ki. A János Vitéz dalmű megalkotójára, Kecskeméti Főreáliskola igazgatójára, Kacsó Pongrácra emlékeztek ma a híres zeneszerző emléktáblájánál. Felégetett körülötte mindent a küldetése, a magyar zene ügye. Ezzel a fő gondolata azárt a Kacsó Pongrácról szóló megemlékező beszédét ma délután Bősz Ádám zene történész. A híres magyar zeneszerző, zenepedagógus, tanár, dr. Marosséi Kacsó Pongrác születés napjára és egyben halálának évfordulójára is emlékeztek ma a ház előtt, ahol egykor élt. Kacsó főműve a János Vitéz című dalmű. A legtöbben innen ismerik nevét, pedig Kecskeméthez számos érdekes tény köti. Ezekről mesélt az emlékezőknek Székelyné Kőrösi Ilona történész múzeológus. A műsort az Embodon Pázene iskola növendékei színesítették előadásukkal, a megemlékezés végén a szervező Magyar Irodalom Történeti Társaság Bácskiskó megyei tagozatának és a Bácskiskó megyei Honismereti Egyesületnek az emlékező koszorúját is elhelyezték az emléktábla alatt. Híradónk végén egy érdekes hír. Egy nemzetközi kutatásból kiderült, hogy a kecskeméti téje kerete rendelkezik a legnagyobb átlagmagassággal. A nem mindennapi elemzés szerint 187,13 cm-rel vezeti a KTE a legmagasabb focistákkal rendelkező csapatok listáját. A dobogóra a Bundesligában szereplő Hoffenheim, valamint a német másodosztályban szereplő Schalke fért még oda. A 185 cm fölötti játékosokat tekintve szintén előkelő pozícióban szerepel Szabó István együttese. A keret 62,5%-a tartozik ebbe a halmazba. A szervezet a világ 52 országának bajnokságait figyelembe véve készített felmérést. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Továbbra is a hagyományos ételek kerülnek az ünnepi asztalra a kecskeméti családoknál. A piacon tömes sorokban álltak az emberek az alapanyagokért, az árusok pedig felkészülten várták a vásárlókat. Aki nem lép időben nehezen talál majd megfelelő fenyőt, idén megnőtt a kereslet az élő és vágott fenyő iránt. Az árusok azonban az utolsó napokban is rohamra számítanak még. Emelkedik a felső légúti megbetegedések száma. A téli időszakban főleg a párás nyírkos hideg idő ugyanis kedvez a vírusok szaporodásának. A megelőzés legjobb eszköze továbbra is a védőoltások beadatása. Jótékonysági karácsonyi ünnepséget tartottak a keskeméti belvárosi Zrényi Lonna általános iskolában tegnap délután. A befolyó adományokat egy nyugdíjas kollégájuk unokájának gyógykezelésére ajánlják fel. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím hírös.hu. A hírös híreket 20 óra 34 perckor, 23 órakor, éjszaka képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A TV.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. A hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 órakor, illetve vasárnap és hétfő reggel 7 és 9 órakor láthatják. Friss hírekkel legközelebb, december 28-án, csütörtökön este 7 órakor várjuk Önöket. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra! We'll be right back. Szombaton jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen várható eső, havas eső, havazás egyaránt. Sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az észak-nyugati nyugati szél. Hajnalban 1 fokot, napközben 7 fokot mérhetünk. Vasárnap részt erősen felhős vagy borult idő lesz. Elszórtan várható eső, a nap második felében csökken a hajla. Sok felé megerősödik a nyugati-dél-nyugati -nyugati szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 4 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul. Hétfőn erősen felhős vagy borult idő várható, majd egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet. A nyugati délnyugati szelető felé erős lökések kísérik. A minimum hőmérséklet 4 és 7 fok, a maximum hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul.